bikini új bőrtobámban. Nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Na már megint pár új gönc. Így jó. Jó hát. Húzzunk fel még egy gardrób szobát. Nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír. Pont mint egy ridikül. Szép délutánt kívánok mindenkinek, jó napot kívánok. Van egy szép francia szavunk, legalábbis az eredete francia rendezvous, ami nagyon fontos az életünkben, és ugye mennyi emléket felidéz mindannyiunkban, legyen az mondjuk örömteli, vagy éppen kellemetlen. Szóval fontos a rendezvous az életünkben, de vajon létezik-e tökéletes rendezvous? Erős egyéniségek ülnek itt a stúdióban, úgyhogy a négy férfi vendégem remélem, hogy mesélni fog erről a témáról. Akik itt ülnek velünk, Bihari Ádám stílustanácsadó, Pilát Gábor író előadó, Miller Zoltán színművész és Bedő Imre közgazdász üzletember, a Férfiak Klubja alapítója. Na hát akkor belecsapunk a közepébe, jó? Ugye azt a szót mondtam, hogy rendezvous, és mondhatnám azt is most a nézőknek, hogy akkor én hátradőlök, mert szerintem ez az egy szó is elég, és elindul a beszélgetés. De igazából most arra gondoltam, hogy nem csak arról fogunk beszélgetni, hogy mi volt itt még a házasságok előtt, amikor úgy randevúzgatott az ember, hanem a házasságon belül is megéljük ezeket a helyzeteket. Legalábbis én a férjemmel törekszem, amennyire a gyerek mellett lehet, ugye, hogy erre kerítsünk időt. De hogy mi jut eszetekbe, amikor ezt a szót mondom? Mert nekem egyfajta izgatottság. Ádám, tudod ezt folytatni? Mert hogy ez egy nagyon izgalmas helyzet, nem? És egyben egy kiszámíthatatlan helyzet is. Na majd ott vajon mi fog történni? Kimondtál egy nagyon fontos dolgot, hogy kiszámíthatatlannak kéne lennie, de a közösségi média világában egy randevú előtt már mindent tudunk a másikról. És szerintem ettől vesztett el azt a fajta romantikáját, azt a fajta ízét, amitől ez az izgatottság van. Ma már egy gomnyomásra mindent le tudunk csekkolni a másikról, és valahogy a randevú, a randinak ez lenne az az igazi hajtóereje, hogy ott meg akarom ismerni a másikat. Nyilván ezek felszínes dolgok, amikről beszélek, de valahogy nekem ez sokat elvesz abból a kíváncsiságból, amit a másik iránt az ember táplálni szeretne. Mondjátok, Zoli, folytatásnak egy meleg ágya ez a történet, mert hogy ugye a közösségi médián keresztül aztán pláne olyan képet festesz magadról, amilyet akarsz. És ez a kép azért, valljuk be őszintén, sokszor maximum az egyénnek az álmaival kapcsolatos, mert hogy ő hogyan szeretné látni magát, és hogy ő milyen szeretne lenni, éppen abban a témában, amiről éppen mondjuk szó van, és aztán jön a találkozás, és akkor azt gondoljuk, hogy ismerjük a másikat, de fogalmunk sincs a másikról természetesen, sőt, valami másik kép kialakul bennünk, igen. És aztán találkozunk, és jön a nagy pofon, hogy hát... De most jó, hogy mindjárt egy pillanat, Imre, csak hogy a közösségi médiát említetted, mert erről meg az jut eszembe, hogy most már, hogy ennyiféle kütyünk van, hát sokszor elkezdődik ez a picit randevú előtti flört, mondjuk egy üzenetben, ugye? Tehát már nem is úgy vagyunk abban a helyen, mikor már oda jutunk. Hanem gyakorlatilag az élőség esik ki az internettel belőle. Hát gyakorlatilag az ismerkedéstől, a szexualitáson keresztül a szakításig mindent megélnek az interneten. Egy nagyon rövid időn belül. Ugye a másik meg az, hogy amikor két ember az interneten összeakad, akkor én azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül egy pár levélváltás után találkozniuk kéne, és egymás szemébe nézni, hogy ugye idézője, az a működik-e a kémia. Mert amikor nagyon elhúzódik mondjuk egy levelezés, akkor ott az ember elkezd imaginálni valamit, és tulajdonképpen abban már bele is szeret abba a képbe, és ehhez képest a valóság más lesz. Miközben az is lehet, hogy a valóság elfogadható lenne, hogyha ő ezt nem építette volna fel ezt a képet. De ahhoz képest... Már nem jó. És amiről én szerintem nem szabad elfeledkezni, hogy itt a randevúnál akár internetes társkeresés, akár a valóságban mindig ott kezdjük, hogy elkezdődik a beszélgetés. És csak azt felejtjük el, ami a legfontosabb, hogy milyen állapotban van az illető, aki akár interneten tudatossági szintről beszélek, elkezd beszélgetni, mert hogyha nincs, akkor a legjobb applikáció se lesz segítség. Tehát ugyanúgy, mint valaki számszakilag regisztrálhat 600 társkeresőre, és lehet, hogy megnöveli azoknak a számát, akit potenciálisan elér,
és mégis bekudarcol, még az egyik se jön össze neki, vagy összejön, de nagyon rövid időn belül vége van, mert ő nincs jó állapotban. Tehát csak oda akartam kiukadni, hogy nagyon igaz ide az a mondás, hogy rossz alapanyagból nem lehet jó vacsorát főzni. Húha, lesznek még itt azért hasonló mondatok, úgy érzem. Szakács. Én azt gondolom, hogy a randevúzásnak, vagy a randevúnak a kulcsszava a kíváncsiság. Tehát, hogy tényleg kíváncsi vagyok erre, tényleg akarom-e kutatni az igazságot, fel akarom-e fedezni, hogy mi az igazi valóság, akár a prekoncepcióimhoz képest is, és ez igaz egyébként a hosszú párkapcsolaton belüli randevúzásra is, vagy a házasságon belüli. Tehát amikor randevúzok a feleségemmel, akkor csak kell legyen valami ok azon túl, hogy ugye le tudom, mert már régen voltunk, és már ideje menni közösen vacsorázni. És közben is nyomkodom egy kicsit, de legalább elmentünk vacsizni, hanem valóban ott is kell egy, az a angol azt mondja, hogy catch up, tehát ez a érjük utol egymást, egy kicsit lássuk, rendezzük a sorainkat, hogy most hol tartunk, te hol tartasz, én hol tartok. Igen. És ugyanez vonatkozik az abszolút kezdő ilyen bimbózó dologra is. És talán, ami nagyon érdekes lehet, hogy olyan erős prekoncepcióink vannak emiatt, a sok kép miatt, amit kapunk, és persze tudjuk, hogy mindig mindenki az életének a habos részét teszi ki oda, hogy vajon még, ugye úgy megyünk-e oda, hogy mi már tudjuk, hogy ő ki, mert ugye az van, elnézem, tudom, hogy ki az. Holott egyáltalán nem tudom, hanem képesek vagyunk-e visszapuhítani a kő szívünket, ugye ilyen hús szívvé tenni, hogy figyeljünk egy picit, hogy mi a valódi igazsága neki. És ez egy igazi jó játék. Tehát én azt gondolnám, hogy ebben van az is, amit élvezni lehet. Igen, egy kicsit ebbe a dologban. Igen, a játék másik része az, hogy én kíváncsi vagyok a másikra, viszont amilyen én vagyok, azt a puzzle darabot kiteszem az asztalra. Ugye a legnagyobb probléma az, hogy nem azt tesszük ki nagyon sokszor, amilyenek mi vagyunk, hanem azt szeretném, hogy ő lásson engem. És nem tudjuk azt se eldönteni, hogy azok illeszkedne azok a puzzle darabok. És amit mondtál, szerintem az borzasztó fontos, hogy nagyon egy pár dologgal kapcsolatban döntünk, és kapcsolatra lépünk. És nem ismerjük meg a másikat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az internetes fórumok akár még pusztítóak is lehetnek, ugyanis amikor két ember összejön, most teljesen mindegy, hogy csak randevúznak egyet, és soha nem találkoznak, vagy lefekszenek, de hogy ott kialakul előbb-utóbb egy érzelmi kötődés. És aztán még egyel, meg még egyel, és mindegyik bekudarcol, utána az embernek teljesen természetes félelme lesz. Tehát nem biztos, hogy ezek annyit segítenek. Igen, de ez bennem elindított egy gondolatot, hogy akkor, amikor két ember mondjuk először találkozik, lehet, hogy volt előtte valami kapcsolódás, de az még egy online felület volt, és nem személyesen, akkor ez az, hogy erre néha, én most visszagondolok a fiatalabb kori énemre, így végig gondoltam, hogy miről is kéne egyáltalán beszélni, ugye? Mennyi mindent mondhatok el magamról? Most nem az őszintességre gondolok, mert mi nők milyenek vagyunk, mi kíváncsiak vagyunk, hogy hattad ott az előző barátnődet, hány volt az életedben, ugye? Most próbálom mondani azokat, amit az átlag nő azért megfogalmaz, ti valószínűleg teljesen máshogy gondolkodtok, nem hiába jöttök velem szemben, mint férfiak, hogy mit mondhatunk el, mi az, tényleg belemenhet az ember mondjuk az első randevún ilyenfajta mélységekbe, hogy ilyenekről beszéljünk? Vagy ez már túl ilyen stratégia, és nem kell ezt ennyire így venni? Szerintem ez egy kicsit túl van misztifikálva. Vagy embere válogatja, hogy ezt lehet látni ami az ember? Őszintén azt gondolom, hogy teljesen fölösleges előre megtervezni. Az őszintesség azért biztos, hogy egy alap. Most nyilván az észszerűség mindenek fölött áll, tehát például én azt látom, azért nagyon sok párkapcsolati beszélgetésből kijön például egy apróságnak tűnő dolog, hogyha az elején valaki nem teszi ki a szexuális irányultságát, vágyait a kapcsolatban, az a későbbiekben egyre kevésbé fogja. Éppen azért, mert hát nem ilyennek ismert meg. Most akkor hogy mondjam el? Értem. Tehát ugye, és itt nyilván a józanész mindenek fölött áll, tehát nyilván nem az első randevún fogja ezt kitenni az ember, de tudja azt, hogy előbb-utóbb ezeket ki kell tenni az asztalra, hogy legyen joga a másiknak, és lehetőség eldönteni, hogy ő ehhez adja a nevét, vagy nem. Mert nagyon sokszor pont ez van később, hogy én ezt nem tudtam. Nem, ja, hát nem mondtad el. Érteni. Én azt gondolom, hogy az urak közül ki él a házasságban? Nem. Oké. Okay. Tehát fele-fele a mezőny. Ez, hogy házasságban vagy tartós párkapcsolatban? Akkor tartós párkapcsolatban. Oké. Okay. Szerintem nagyon ketté kell választani azt, aki aktívan ismerkedik, és úgy randevúzik, vagy amikor a feleségedet viszed el egy randevúra. Szerintem nagyon más a kettőnek az üzenete, és nagyon más a kettőnek a vibrálása, a dinamikája, és ez szerintem nagyon fontos.
Az én véleményem az, hogy ki kell, vagy nem ki kell, érdemes az embernek kitenni a lelkét, mert szerepek mögé bújni, az előbb-utóbb a szerep az valahogy leomlik. Tehát a máz valahol lefolyik előbb-utóbb. És hogyha az a harmadik, negyedik alkalommal, az szerintem kellemetlen. Tehát az ember nem mer mindig őszinte lenni, nem meri elmondani a fájdalmait, a félelmet, szerintem az egy férfias dolog. És egy titok van talán, hogy játszmákat nem érdemes játszani. Tehát szerintem az a legférfiatlanabb dolog, amikor valaki játszmázik, de ugyanez igaz a nőknél is. Tehát én azt gondolom, hogy az őszintesség, a nyíltság, az mindig vonzó és szexi tud lenni. És ezt felejtjük el szerintem ebbe a folyamatba, hogy hol van a kíváncsiságnak a létjogosultsága, hol van az őszintesség, és hol van az, hogy ez vagyok én, ha ez tetszik, tetszik, akkor tudunk tovább gondolkodni. És ebbe értem a szexualitást, az őszintességet, minden olyan dolgot, a hobbi, ami egy picit a sokadik helyen van szerintem. Ez, ami talán fontos lehet, az, hogy tehát ugye mi is emlékszünk, hogy ez hogy volt, és azért követjük a dolgokat, annak ellenére, hogy házasságban élünk, tehát vannak körülöttünk olyan emberek, és az az igazság, hogy elfelejtődtek ezek a dolgok, hogy az őszinteség az valójában a saját kockázatom csökkentése. Tehát éppen az, hogy ő a saját kockázatát kell azzal csökkentse, hogy ő az igazi énjébe akarja, hogy a másik beleszeressen, nem valami képbe, ami utána le fog omlani. És ez egy nagyon fontos dolog a saját praktikum szempontjából. A másik, ami miatt az őszintesség fontos, az a hitelesség, mert a hitelesség az lejön, tehát egy nővel leülsz, és ő fogja látni, amikor te beszélsz, és ott vetíted, hogy a kép el van csúszva a hangtól, ugye régebben voltak ezek a csöves tévék, ugye, hogy így elcsúszik, hogy valami nem stimmel. És akkor tudsz te önmagadban lenni, és úgy lejön. És igaz, hogy már ehhez is hozzászoktak, mert olyan sokan vannak, akinél a kép elcsúszik a hangtól, hogy az már alapnak számít. Meg nagyon sokan szeretik, tehát hogy nagyon sokan azt szeretnék látni, amit ő vetít. Igen. Tehát, hogyha a hölgy azt a fajta képet akarja látni, amit ő vetít, Azért mondod, hogy az őszintesség az baromi fontos és a legfontosabb. De mint hogy tudjuk azt, hogy a probléma forrása soha nem a jelenben van. Tehát az őszintessége mindaddig baj lesz, amíg az ember saját magával nem őszinte. Tehát, hogy neki mi az álmai vágyai, és hogy magára ránézem, mert ha én magamra nem nézek rá, nem tudom kitenni az asztalra, akkor neked meg nincs lehetőséged eldönteni, hogy ehhez adod a nevedet, vagy erre szükséged van. És ne felejtsük, hogy ez az alap, tehát erre kezd épülni, tehát az első randevún, az első alap betonozás, és utána arra kezded rárakni az alaptéglákat, és tessék? Erre vagyok én igazán kíváncsi, erre az elsőre. Szerintem. De hogy te alapozol vagy nem, és hogy úgy állsz-e egy nőhöz, hogy figyelj, én alapozni akarok egy kapcsolatot, vagy úgy állsz hozzá, hogy figyelj, jó lesz egy körre, aztán csokkolom, ugye, mert ugye itt most átmehetnénk arra, hogy vajon milyen indítatásból, vajon az, hogyha valaki túl tapasztalt ebben a dologban, az segíti az életét, vagy nem, vajon a férfiaknak, úgy látszik, hogy a férfiaknak a nagyon kevés része szerez nagy tapasztalatot, tehát a férfiak 15-20%-a dúskál a nőkben, de 80% folyamatos elutasításban részesül. Tehát 30 éves koráig a férfiak 80%-a abban sérül, hogy őt folyamatosan elutasították. A nők 80%-a viszont erre a férfiak felső 20%-ára lő, onnan akar valakit. Emiatt ezek dúskálnak a nőkbe, és megalázzák, megtiporják azt a 80%-ot számtalanszor, és mire 30x évesek lesznek, ezek a nők, akiket ugye ezek a felső 20% legyalogolt, ő vigaszágon választ magának valakit abból a 80-ból, akit addig félre volt dobva, és ma, tehát 30 éves koráig ő egy védekező páncélban, hogy ne sérüljön többen. A másik meg abban a páncélban, hogy őt rengeteget alázták, ugye mert sehogy se sikerült, mindig ő akarja lenni annál a 20%-nál az, aki majd megváltoztatja, de hát őnek jön a következő. De jó, csak a statisztikánkon túl nyilván az a pillanatnyi egyéni dolog fog dönteni, és az első pillanatban én azt gondolom, hogy benne van holografikusan az első randevúban a jövő. Igen, de mert a páncélosok hogy randevúznak, mert odáig akartam eljutni, hogy itt a páncélosok fognak randevúzni, akik nem akarnak kinézni, de vannak sisakrost, és mindegyiknek a sisakrostjára föl van egy mosoly, egy ilyen szépen meg van csinálva a szempillája, de ott van bent. Ugye, és ezzel, hogy a valóságban ez egy nagy probléma, hogy hogyan tudnak ők ezen nyitni 15 év folyamatos sérülés után. 30 évesen. Egy kérdésem lehet, de mit gondoltak erről, ez kinek a hibája? Mert én ma azt gondolom, és a múltkori műsorban is tényleg mindig az feminista vagyok így a lelkembe a végén, hogy azért 100 nagyon csinos, vonzó nőre 2-3,
Hát, hogy fogalmazzak politikailag korrekten, tehát 2-3 gyengébb képességű férfiút, ez ma az arány, és ez a férfiak hibája. Tehát ennyi gyenge kvalitású férfi szerintem a társadalomban rég volt, és ennek viszonylag egyetlen egy oka van, az én tapasztalatom, véleményem szerint, hogy mindenki nagyon el van foglalva magával, mindenki hisz magára egy olyan képet, aminek nincs köze feltétlen a valósághoz, és nem tesz azért, hogy ő egy jó férfi legyen. Tehát ha valaki mit 30 éve... Mit értesz ez alatt, hogy jó férfi, akkor most jön erre pakolva a következő. És akkor ezzel foglalkozok. Igen, tehát hogy itt, és rengeteget utazom Olaszországba, ott 10-ezrével, 100-ezrével vannak olyan férfiak, hogy tényleg a tesztoszteron ömlik belőlük, de ennek van rengeteg oka. Kultúrát akarnak tanulni, kíváncsiak rá, és van egy általános, így tudom mondani, egy általános otthonról hozott finomság, intelligencia, kultúra, ami pénzzel nem tanulható meg. Tehát azt nagyon lehet látni, hogyha valaki manírosan felveszi azokat a megtanult szerepeket, amit jó módnak gondolunk, minőségi életnek gondolunk, de nem tesz azért. 10 férfiből itthon ma Magyarországon 7 büdös ápolatlan. Ezt bárki előtt, bármikor vállalom. És ez probléma, és ezt nők százai, ezrei mondják, hogy megijednek, amikor a szexualitásra kerül a sor, mert ijesztő az a kép, ami fogadja őket. A férfi elvárja, hogy gyönyörű, melltartó legyen rajta, finom illata legyen, ápolt bőre, ő maga pedig belenéz a tükörbe, és egy teljesen más képet lát, mint ami a valóság. Tehát még mindig itt tartunk ma Magyarországon, ha egy férfi manikűröshöz jár, pedikűröshöz is elmegy, kozmetikushoz, akkor még mindig metroszexualitás, tehát olyan dolgok azért vannak, az is baj, most ugye, tényleg, az is nagyon nagy baj, ebben igazad van a ápolatlanságban, de a jó férfi az ugye az egy értékrendi kérdés, az egy életben való, az élethez való hozzáállási kérdés. Is. És ugye nyilván, ugye Rejtő Jenő írta az egyik könyvben, egy gyerekkoromban olvastam, és nagyon berzenkedtem, és elleneztem, hogy azt mondta, hogy az úriember nem a környezetének, hanem önmagának borotválkozik, és abszolút. Hogy van ez, nem igaz, hát csak azért borotválkozunk, hogy ne mondják, hogy sútyerákok vagyunk, pedig hosszú idő kell, míg az önmagadhoz való igényességig eljutsz, de ehhez keresni kell valóban. De a jó férfi ide, a mai jó férfi, amit a nők azt mondják, hogy nincsenek jó férfiak, az sem jó, hogyha csak a külső, most nézzük meg, hogy az fiatal fiúknál, a 13 éves fiai vannak valakinek, akkor az anyuka biztos nem fér hozzá tükörhöz reggel. Mert azok így csinálják, úgy csinálják, hozzá hihetetlen bonyolult dolgokat egész nap. Most gondoljunk el, hogy egy fiú úgy nő fel, 6 éves korától a frizurája megvan úgy csinálva, hogy egész nap azt kell igazgatnia, nem le van neki tolva, és figyeli a világot, és megnézi, hogy mi van, és barátkozik, és megérti a dolgokat, hanem amikor elmozdul a frizurája, neki meg kell igazítania, tornaóra után neki egy fél órát kell vele foglalkoznia. Hihetetlen, hogy a külsőségekre kezdett felépülni, az autóra, a külsőségre, és ezeket könnyebb hazugságból megépíteni, sokkal könnyebb, mint egy jellemet oda tenni. Tehát mind a kettő kell, csak azért mondom, hogy az ále férfi is megjelent, aki el tudja játszani. Most ugye sok a színész, gondolom, az ilyen amatőrök között is, akik meg a nőknek azt mondják, hogy a fülükön keresztül lehet meghódítani. Tehát egy picit jobban feltözöl, és olyanokat sugdozol. Nekem vannak barátaim, akik óriási nőcsebeszok, és bevett kliséik vannak. 12 darab dologból élnek 30 éve. Nézd, rövid távon tud működni. Igen, én azt gondolom, tehát ugyanúgy, mint egy rosszabb állapotban lévő ember is tud szerelmes lenni. Tud, mert az nem olyan, hogy kopogtat az ajtón, berúgja az ajtót, és akkor kifejti hatását, annak tudatában, hogy milyen állapotban vannak az emberek, és a rosszabb állapotban lévő is ezt meg tudja ugrani, mert be tud tanulni, ugyanúgy, mint egy felvételire, egy munkai felvételire, most már van olyan, hogy 500 kérdés válasz, be tudja tanulni. De mégis én azt látom, hogy középhosszú távon nem fog működni a kapcsolata. Igen, de azt szerintem az Ádám sem arra célzott, hogy mondjuk például, aki nem jár így felöltözve, annak így kell elmenni mondjuk a rendezvóra, önmaga maradjon, az ápoltságra és az igényességre gondolt szerintem. Összeadjuk a dolgainkat. Én abszolút értem, hogy mondasz, és még fakad. Ott a probléma, ha az kintről jön, az üzenet kizárólag. És én értem, amit a... Nagyon érdekes mindig, amikor azt mondjuk, hogy általánosítunk, jó vagy nem, ugye ez is önmagában egy érdekes topik, és értem, amit mondtál, és még sok mindenben egyet is értek. Rengeteg a különböző social media felületen, mert nagyon sok fiatal követ engem, ők ez a 18-tól 25 van, és ez az új generáció, hidd el nekem, hogy nagyon sok, nagyon vagány klassz férfi fog innen kikerülni, ebbe egészen biztos vagyok, mert
zsigerből sokkal több mindent jobban csinálnak, mint hogy vagy másképpen csinálnak, mint ahogy mi csináltunk, és én nagyon hiszek a jövő generációnak az erejében, a hibáival, az erényével, vagy az erényeikkel együtt, de az biztos, hogy a kultúrának, a férfi létnek az igénye, az belülről kell fakadjon, magunkért kell, hogy fakadjon, és viszont azért tenni kell. Igen, én bocsáss meg, hogy itt most megszakasztalak, mert itt már beszéltünk jellemvonásokról, meg a külsőről is, és akkor én most egy kicsit úgy közé megyek, hogy azért már az is megváltozott mondjuk évtizedek alatt, hogy ki udvarol. Nem csak, hogy hogyan udvarolunk, hanem ki udvarol a másiknak. Ki akarja meghódítani a másikat. Ugye régen ez elképzelhetetlen volt, hogy majd a, nem akarok most visszamenni az őskorba, de amikor ez a nő kezdeményez dolog. Szóval felborultak már bizonyos rendszerek itt a mai világban. De ez persze embertől függ. Arról beszélünk, hogy a férfi nem férfi, a nő meg nem nő. És akkor bekapcsolod a tévét, és mainstreambe azt nézed, hogy nők versengenek férfiak kegyeiért. Tehát itt tartunk. Igen. És a akkor a másikon pedig... A nő megkéri a férfi kezét, letérdel a nő, a rajzfilmben nevelik, az én elviszem a lányaimat, és ezt látják, és akkor kijövök a rajzfilmről, és mondom, hogy erase all, én nem ilyetem csinálunk, ilyen férfi nem kell, akit te kell letérdeljeli, és meg kell kérned, mert az a nőnek egy óriási bizonytalanság, ugye, hogy olyan férfi van, aki... Teljesen mindegy, hogy férfi vagy nő, szembe megyünk az árral, tehát ettől függetlenül igen, ezeket meg kell teremteni, az embernek magára kell találnia, mint férfi, a nőnek, mint nő. Mert hogy önmagá... mind a kettő meg tudja találni az egységet, de ebbe a fizikai univerzumban a férfi és a nő itt tud egész lenni. Tehát ezt ha nem látjuk... Bocsánat, a férfiak csak a nőkhöz képes lehetünk, csak a nők viszonylatában lehetünk, úgy ha csak férfiak élnénk a világon, akkor nem lenne lényeges férfinak lenni. Tehát pont az a férfi lét fő kérdése, hogy mit tudunk mi hozzátenni különlegességet a nőkkel közös világhoz. És a játék lényege, a férfi-nő játék lényege is ugyanez, hogy a másik oldalról is megvan ez. Meg hogy most én azt gondolkoztam, hogy ez csak egy megint, most nem megint, hanem bedobok egy ilyen kérdést, hogy vajon mennyiben ezt a fajta őszinteségnek a problematikáját, ezt mennyiben hozta magával az, hogy ma nem probléma, hogyha 3 hónap múlva szakítunk, házasok vagyunk, de földobjuk egy év alatt, könnyedén bemegyünk, egy papírt aláírunk, megállapodunk, valahogy anyagilag elment a történet, tehát hogy valahogy nem vállalunk hosszú távú felelősséget, mert nem kell hosszú távú felelősséget vállalni, ugye azért ne felejtsük el, hogy ott a, most csak így direkt azt mondom, egy szűk közösség, egy faluba elment a Jancsi találkozni a Marikával, akkor annak súlya volt, tehát ott aztán azt mondta, hogy akkor mi egybe kerünk, tehát ott valójában amennyire csak lehetett, meg kellett magamat mutatni, mert annál nagyobb szégyen nem volt, hogy utána 3 év után már Jancsi balra, jobbra, Marika is próbált ide-oda nézni, tehát hogy na de amikor ezek a dolgok... visszakapcsolok, hogy már egy SMS-be szakítunk egymással, hát, akkor már igen, volt de arról, ezért mondom, hogy a tétje is elment a történetnek, a felelősségvállalása is valamilyen szinten elment ennek a történetnek, és közben, bocsáss meg, csak hogy a példa, a rajzfilm, hogy lehajol a hölgy, és akkor ő kéri meg a kezét, hogy közben meg a hölgyek várják azt, hogy a randevún ők legyenek a nők. Kiemelve, hordozva, meghódítva, de közben az egész világunknak a külső üzenete pedig az, hogy most bocsánat, hogy erről a témáról beszélek, de hogy emancipáció, egyenjogúság, tehát én azt érzem, hogy egy kicsit a hölgyek akarják a férfi privilégiumokat, amik így sok száz évre visszamenőleg megvoltak, ami nem arról beszélek, hogy ez jó vagy rossz, hanem akarják, de közben meg akarjuk tartani azokat a női előjogokat, amik ugyancsak abból a 100-200 évből visszamenőleg, vagy 300 évből ragadtak rá egy társadalomra. Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy egy 30 éves korig a nők 80%-a felajánlkozik a férfiak felső 20%-ának, folyamatosan a nők támadnak, de annak csak a 80%-ig. Ez egy nagyon komoly, az egész Tinder statisztika ugyanezt mutatja, és vannak tudományos kutatások, ez egy hatalmas nagy tudományos kutatás több millió embernek a részvételével. És az a baj, ugye, hogy férfiak 80%-a 30 éve korig folyamatos elutasítás van, és utána kell, azt mondja ez a nő, aki folyamatosan a felső 20%-ra lőtt, hogy elvárja attól a szerencsétlentől, attól a férfitől, aki 30 éves koráig. De melyik a 20-akor most? Tehát a nők 80%-a a férfi és az otthon.
erre reagálok. De és hogy tudjon az a férfi mondjuk egy ilyen lovag lenni, aki 15-től 30 éves koráig nem jutott lehetőséghez. Mindig elutasították, mindig hátrasorolták, mert lőttek arra a felső 20-ra. Ez nagyon, és ez egy agresszív játék lett, nagyon kemény. A pénzre, a gazdagságra, a fizikumra, az ápolcs, mindenféle tekintetben a felső 20%-ra, még egyszer, aki Dúská, és ezzel ugye le is fejezzük a férfiak legpotensebb 20%-át, mert akik leginkább képesek, azok sose köteleződnek el, mert mindig a játék neve az, hogy pörög az élet. Ugye a többiek meg egy sérülésből kéne udvaroljanak, de nem mernek. Tehát erről kéne beszélni, hogy a női méltóság sokat segítene ő rajtuk is, mert nem taposnának végig rajtuk, és a férfiak hogyan szerezzenek önbizalmat olyan esetben, amikor nekik lőni kell, de mégis elutasítják. Hát erről beszélek, hogyha nem egy önmegtalált állapotban érkezik meg a kapcsolatba. Tehát például azt mindenki elfelejti, azt az apró dolgot, vagy aprónak tűnő dolgot, hogy egy kapcsolat lezárása és elengedése soha nem egy időpillanatban történik meg. Amikor valaki úgy lép be egy kapcsolatba, hogy lezárt, de nem elengedett múlttal, akkor ott tényleg azt gondolom, hogy a világ legjobb bolygóállása mellett sem fog tudni kiteljesedni az a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy férfiak, aki 30 éves koráig csak elutasítást kap, az nem a nők hibája, az az ő hibája. Tehát attól férfi egy férfi, hogy belenéz a tükörbe és felelősséget vállal. Egy. Kettő. Van egy másik téma, hogy a nők felépítettek egy olyan képet a közösségi médiába, tehát nem létezik az, hogy nem tudom megkülönböztetni a nőket, mert mindegyik ugyanúgy néz ki, tehát nincs ennyi csúszós burkolat Budapesten, hogy mindenki megcsúszik a fürdőszobába, és lefejeli a kádat a szájával, és egyen szájak vannak az országban. Tehát én nem tudom, hogy a nőket, de a nőket a férfiaktól sem tudod már megkülönböztetni. A férfiak 80%-át már lassan nem különböztetve meg a nők 20%-át. Itt a másik, de... De ez csak 80%. De van egy fontos dolog. Egyszerűen mi férfiak generáltunk, és ebben a mi felelősségünk szerintem masszívan benne van, egy olyan női ideált, aki már megkülönböztetetlen, tehát mindenki ugyanúgy néz ki a social médiában, mindenki, tehát tényleg az valami egészen ijesztő, és ezt elmagyaráznám a nőknek, hogy amúgy az alfa hímeknek, nekünk ez nem tetszik. Tehát nekünk ez egyáltalán nem tetszik, és amit mond, az 15-20%. 20. Bocsánatot kérek, csak erre nagyon csak erre őszintén azt gondolom, hogy mit hívunk 15, ki a 15-20%, ki a felső. Jómódról beszélünk, intelligenciáról beszélünk, ápoltságról beszélünk, nincs megfogalmazva, hogy ki az a felső 15-20%, se a férfiaknál, se a nőknél. A pénztárca az önmagába kevés. Fontos a sikerhez a jólét, a vagyon, egy bizonyos egzisztencia. De a sugar daddy oldalak nagyon jól mennek, tehát annyira okay, nem de kevés. Most nem erről beszélek, de azt gondolom, hogy a férfi lét az igenis attól férfi valaki, hogy elkezdi, az élet nyilván kérgesíti, tehát amit mondasz, hogy egyszerűen nekünk nem lehet gyerekként viselkedni, hogy ilyen traumám volt, olyan traumám volt, tehát 35 évesen mindenkinek vannak traumái, mindenkinek vannak fájdalmai, és nem attól kell picsogni, mint egy nyeretlen 2 éves, hanem azt kell mondani, hogy figyelj, az élet ezt dobta, én abból majd csinálok valamit, amit tudok, de hogy egyszer foglalkozni kell a lélekkel, amit te is nagyon jól mondtál, hogy egyszerűen felelősséget kell vállalni. Igen, és egy rendezvúnál, bocsánat, csak még egy perc, hogy egy rendezvúnál, amikor az ember kiteszi nyíltan önmagát, akkor szerintem az vonzó a nyíltság, és azzal nem, én nem foglalkozom, hogy sérülhetek-e. Persze, hogy sérülhetek, de szerintem csak így érdemes. Igen, de közben nem fogalmazhatunk úgy, bocsáss meg Imre, hogy kategóriákat építünk most, akár a külső, akár a belső, akár az őszinteség, mert ugye ez tény is való, és ezt én is látom a saját környezetemben, nagyon sok úgynevezett erős nő van, aki kénytelen volt magát, mondjuk azt, hogy legyen egy olyan egzisztenciája, ráállt az élete során, az évek során, hogy egy kicsit férfiasabb lett, erősebb volt, ezt is kifogásoljátok ti férfiak, de ugye? De hát lényeg, közben az élet vitt oda. De szerintem pont ez a lényeg, hogy amit mondtál, aminek a hátterében az van, hogy nem a rosszat csináljuk, vagy nem a jót csináljuk, akár még döcögve, meg nehézkesen, hanem ott tartunk, hogy a rosszat csináljuk egyre jobban. És annak mindig egyre rosszabb lesz a végeredménye. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy én erős nő vagyok, hogy kell engem szeretni, az egy rossz irány.
És teljesen igaz az, hogy mindenkinek vannak sérülései, de kérdezem én, hogy meddig mentség az, mondjuk egy párkapcsolatban, hogy nekem nagyon szahar gyerekkorom volt? Így van. Meddig mentség? 18 éves pontosan erről van szó, hogy nem mentség. Tehát ezen felül kéne emelkedni, és ránézni, és belenézni abba a tükörbe, és nem véletlenül az öregek régen este borotválkoztak és fésűködtek. Hmm. És ez olyan értetetlen dolog volt, hogy miért este fésűködik meg a nő, és miért este borot. Azért, mert este bele kellett nézni a tükörbe. Azért. Elfelejtettük azt, és újra meg kell teremteni a becsületét, hogy az átlagosan jó élet az nem egy vesztes élet. Ugye ma mindenki valami hiper, szuper dolgot akar. És ezért van az, hogy nagyon sok olyan, ezért van az, hogy a 80% a 20-ra lő, mert mindenki arra vágyik, ugye, és na egy ilyen átlagosan jó, normális, nem? Hogy van egy olyan családom, hogy hazamegyek, van időm velük foglalkozni, van annyi pénzünk, hogy nem kell megválogatni a felvágottat, el tudunk menni nyaralni, időnként lecseréljük az autót, sosem lesz második, harmadik, ötödik lakásunk kiadni. Hanem minden, de van időnk, vannak barátaink, tudunk olvasni, oda tudok figyelni a gyerekemre. Na ez az élet ma vesztes életnek van elkönyvelve, és amikor egy nő keres társat magának, ugye, mert itt tartunk, akkor arra lő, és az egyenlőket nem a férfiak teremtették meg, hanem a felső 20%-ot kiszolgáló Instagram réteg. És mindenki azokra akar hasonlítani, és a lányaimnak de miért kénytelen... akarunk hasonlítani? Én kénytelen meg elmondani a lányaimnak, hogy amikor látják az Instagram csajokat, ugye a medence szélén pózolva, akkor ők nem látják azt a rengeteg gusztustalanságot, amit azért kell tenni, hogy ő a medence szélén pózoljon. Nagyon nehéz élet. Mindenki arra vágy, jön egy pasi, és akkor könnyű lesz az élet. És ezért te se vagy jó, te se vagy jó. Hát mondjuk, na, egy kicsit. Jó vagyunk. Igen. Jó. Na, meg az én is. 80%-ban szerintem. Azért, hogy nem akar, bár az átlagos életre, arra, hogy mi együtt ilyen csinálunk valamit, arra nem készül. Az egy vesztes élet, és ez nem igaz, tehát hogy az de igazán nem az biztos, a jó. Hogy vesztes élet, csak hogy... Nem, a vesztesnek van minősítve de tudat alatt. Még az sem biztos, csak egyszerűen azt nem vesszük észre, hogy a nagy változáshoz nekünk kéne először változni. Mert a változás mindenki akarja meg a jó, biztonságos, kiszámítható életre. De először fejben kell átprogramozni magunkat. De ott erre magában kéne változnia. Hát muszáj, hogy becsatlakozzak, hogy már akkor egy személyes vonalat bevigyünk, hogy a Dettivel való ismerkedésed, mert ez egy külön dolog az, hogy például a színpadon szerettetek egymásba. De. Nem Dettinek, mondjuk a feleségem. Ja, feleségem. Jó. Bocsáss meg, Jézusom! Ezt imádni fogja ezt a részt. Hát nem, mert szerintem én már... Mert hogy arra gondolom, hogy itt nem az volt, hogy majd... Vagy Bélát akart mondani, vagy... Szóval, hogy valószínű, hogy a színpadon szerettetek egymásba. Ez egy egészen más szituáció, mint azt mondani, hogy elmegyünk egy étterembe, találkozunk, ismerkedünk. Ott már volt akár egy baráti, egy kollegális ismeret. Ugye? Igen, hogy lesz abból egy... szerelem, és aztán majd... Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ettől én mindig próbáltam magamat most maximálisan... Most zavarba hoztál teljesen az ő tettivel. Csak ügyesked. Színész. Igen, nagyon ügyes volt. Hogy megmondom, ezt imádni fogja a feleségem, ezt a részt. Ezt így ki fogja vágni magának. Na mondja. Hogy én... Ettől ő is, meg én is próbáltam magunkat olyan szinten óvni, hogy az egy olyan furcsa szituáció, amikor aztán tényleg nagyon sok minden félreérthető, tehát hogy az igazából el se tudnám magyarázni, hogy az milyen helyzet, ilyen szempontból. Tehát én nekem nem is ott jött ez a történet, ezt elszoktuk, ugye többször is elmeséltük már, hogy egy ilyen főpróba után, ugye a végén megöleljük egymást, de tényleg mindenki mindenkivel, hogy gratulál a másiknak még így premier előtt, hogy akkor ezen most túl vagyunk ezen a történeten, a jó értelembe véve. És akkor, amikor megöleltük egymást, akkor mind a ketten azt éreztük, hogy olyan volt, mintha őt már többször megöleltem volna. De a szó tényleg nemes értelmében, tehát, hogy nem volt benne, nem azt mondom, hogy nem volt benne szexualitás, mert az nem lenne igaz, akkor most itt meg kéne, hogy kövezzem saját magamat, de ettől függetlenül az érzelmi kötődése volt valami olyan, amiről azt éreztük mind a ketten után ezt megbeszéltük, hogy ez egy régi találkozás, ez egy olyan, mint egy többszöri találkozás, ez a történet, és abból alakult aztán a mi szerelmünk, és belőle a gyümölcse, és ugye azóta
is. Szóval ez egy olyan megható, meg különleges történet volt, na? De van ilyen az életben, igen, van, ugye? És hogy pont amit a Zoli mondott, hogy én azt gondolom, hogy az első találkozás az beég, az elindít egy irányba. És hogyha az nem megalapozott, akkor is ki fognak alakulni az érzelmi kötődések. Tehát az egy nagyon, nagyon furcsa megközelítés, hogy csak a jó kapcsolatban alakulnak ki az érzelmi kötődések. Minden kapcsolatban kialakul, a legrosszabb kapcsolatban is kialakul. Tehát például csak egy példát mondok, amikor egy elnyomó kapcsolat ból valaki kilép, és általában nem az elnyomó szokott kilépni, hanem az elnyomót, mert az elnyomó az köszönöm szépen, én jól vagyok ezzel, élethosszig. És kilép az elnyomót, akkor másnap meg fog jelenni szabadságérzet. Teljesen természetes módon. És lehet, hogy harmadnap meg teljesen természetes módon megjelenik egy hiányérzet. Azért, mert ami tegnap volt, az ma nincs. Na de itt az a pont, amikor azonosítja azzal, hogy hiányzik, tehát akkor szeretem. Ha szeretem, akkor visszamegyek hozzá, és egy mélyebb pontról indul megint lefelé az a kör. Tehát most itt az ő esetükben ugye egy ösztönös, nagyon szerencsés egymásra találás volt, de hogyha az a két embernek nem jó az alap, akkor is ki fog alakulni a kötődés. Tehát ezért nagyon fontos az első randevú, ami az udvarlásról szól, és az, hogy nem kell rögtön az elején egy ilyen két kicsi legónak lenni, vagy azt elvárni. És én nagyon egy megható történetet kaptam, rengeteg levelet írnak nekem a videóim miatt. Valaki elmesélte, hogy az ő nagyapja, az ugye valamikor itt, nem tudom, gondolom a múlt század elején inkább, megismerkedett a nagyanyával, valami bemutatták őket valami összejövetelen, és másnap, bemutatást követően másnap, ő meghívta őt egy randevúra, egy cukrászdába, és azt megkérdezte a férfi a nőtől, hogy hozzám jön-e feleségül, magázóba. És a nő azt mondta neki, hogy én magát nem ismerem, de ha megengedi, hogy megismerjem és megszeressem, akkor igen. 2 év múlva hozzáment, és 56 évig voltak házasok, és nem tudom hány nemzetségre mindenki ugye jó házasságban él. És ennek ez a lényege, hogy nem az volt, hogy most azonnal, mert annyira nagy a kémia, hanem azt, hogy régen a négy évszak időszakát, úgy nézel ki, mint egy férfi, ismert meg a másik. És engedem, megengedem, hogy meg kezdjünk el ismerkedni, hogy ne az instantot várjuk, hogy van borzongás. Most gondoljuk bele, 16 évesen még kivillan a izé, már van borzongás, de 30 évesen elvárni azt, hogy mikor már túl vagy ezzel kapcsolatban, hogy úgy megüssön a szerelem. Hát mindenki már sokkal raffosabb, sokkal meg tud, de nagyon-nagyon statisztikailag csökkennek az esélyek. Mondták, hogy sose házas, hogy csak szerelemből. Most állnak, csak az a másik. Erre hadd fűzzek rá gondolatot. Én azt gondolom, hogy politikailag úgy korrekt, úgy formázok, hogy szerintem mondjuk sok mindent látok a pesti éjszakából. És akkor most teszek egy pontot a mondat végére, de a nap végén minden férfi társam nevébe talán ezt mondhatom, hogy aki elmegy az éjszakába, ő a szerelmet keresi, a vágyat mire keresi. Mire gondolsz a szerelem? A szónak a legjobb értelmében azt gondolom, hogy a szerelem az hát egy nagyon izgalmas. A sportszerű szexet? Nem, szerelmet. Tehát a szerelem az szerintem az egyik legvarázslatosabb dolog a világon, és nem két olyan történet van, amikor egy ember találkozik a másikkal, beleszeret, és két nap múlva hozzáköltözik, és leélik együtt az életüket. Tehát szerintem a statisztika pont ugyanennyire igaz ez is, meg a másik. Ez a ritkább azért. De várjál, aki hetente szeret vele másba. Ez a ritkább. És ezért veszélyes mindig az általánosítás bármilyen témával kapcsolatban, még hogyha van azért jó alapja. 80-20. Csak van még egy fontos dolog, hogy amiről beszéltünk, ismerkedés, és ez az instant világ egy picit. Ami számomra inkább az ijesztés a kapcsolatoknak nem tud úgy megágyazni, ahogy mondjuk régen meg lehetett, hogy a párbeszédeknek az elindításánál szerintem nagyon nagyok azok a szakadékok, nagyon mélyek, nagyon szélesek, amik emberek között vannak, és a social médiának ebben van egy nagy felelőssége. Tehát ha azt mondod valakinek, hogy elmész, megnézz egy Rotkót, vagy egy Warholt, akkor lehet, hogy azt hiszi, hogy ez egy influencer név. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy itt azért vannak problémák. A magyar helyesírás az SMS-ben kihalt. Tehát nincs ékezet, nincs központozás. Az egészen... De most messzire jutottunk, csak hogy a szerelmet mondd meg nekem, hogy definiálod. Így, hogy a szerelem, azt gondolom, hogy a szerelem az mindig akkor találkozik, amikor két ember... De hogy az mit jelent? Az,
azt kéne definiálnunk. Szerintem az definiálza. A szerelem hogy az ne. Miért te meg tudod fogalmazni? Én nekem erre van egy definíció, csak az a baj, hogy amikor arról beszélünk, hogy szerelem, és mindenki mást ért az alatt, akkor nem tudunk egyről beszélni. A szerelem, akkor elmondom, hogy mi az én definícióm. Olyan dolgokat, olyan pillanatokban, olyan léptékkel csinálsz, ami teljesen a te keretrendszereden kívül vagy. A gyomrod összeszorul a találkozás előtt, után, közben, a lehető legelesettebb képedet mutatod, és hibát hibára halmozol, most a hibát tehetjük idézőjelbe, elveszted a magabiztosságodat, átmész ilyen, kicsit ilyen... Will Smith randi guru. Így van, pontosan. Na jó, de az, amit csinálsz, akkor, hogyha ez a szerelem állapota... Na most... Az én definícióm erre az úgy néz ki, most már egy jó ideje, amíg így összeraktam a fejembe, hogy a szerelem az elme legális tudatmódosítója. Tök jó, hasonlít. Szerintem hogy, hogy beszélünk. Igen, szerintem. Mert hogy ez a rózsaszín szemüveget behozza. Csak nagyon sokszor a kapcsolatok addig tartanak, amíg a szerelem tart, és ez a probléma, hogy ez egy olyan szint visz bele, olyan, úgy, hogy annyira beszínez, felpufferol minden, még azt is szépnek látom, amit egyébként semlegesnek látnék, de ennek az a következménye, hogyha ennek egyszer vége, akkor már nem olyannak fogom látni. De Gábor, ezt programozzák tehát, hogy ez, belénk. Persze, ugye? De hogyha ez nem tud és átalakulni, és szelidülni, és fejben kellett leszakadni a programról, fejben meg kell tanulnunk leszakadni erről a programról, hogy ne gondoljuk azt, hogy a szerelem az csak arra való, hogy elinduljon valami. Utána pontosan a őszintesség, és az, hogy van-e közös célunk, azt a közös célt, érdemesek vagyunk-e együtt tenni. Ha együtt teszünk, akkor azt szeretjük-e, azt tiszteljük-e a másikban, amit úgy tett azért együtt, és akkor a munkánknak, a közös létünknek gyümölcsei lesznek, akkor abban gyönyörködünk. És ez így tud haladni előre, de az, hogy ha elmúlt a szerelem, akkor vége van. Ugye az egy vegyipari folyamat, ami 2 éven belül múlik el. Tehát 1,5-2 év múlva nem tud már több olyan hormon. Ha valakinek 2 hetente, mert mindig az jut eszembe most, hogy mondtad, hogy a férfiak az éjszakába, eleve tudod, ez egy ilyen a szerelmet keresik, tudod, de ezt, minden nőnek ezt mondják, tudod, de a szerelmet keresem jövő héten egy másikkal. Tehát nagy kérdés, hogy valóban a szerelmet keresik, tehát valószínű, hogy te igen, de én, akiket ismerek... Apát a gyereknek keresnek, vannak, és akkor még lehetne folytatni akik, a sort, akik nem képesek megmaradni, meghódítanak bárki, tehát barátaim vannak, az a trükk, ugye, hogy 15 méteren, és, tehát az a lényeg, hogy van egy tömeg, 15 méteren és 15 percen belül elvisznek egy nőt. Na most ugye, és minden este megcsinálják. Úgy, ez a nőknek is az állapotára eléggé lesújtó, ugye, hogy ma képet mutat róluk. De csak de a róluk is. És ez a, ugye ez a 20%, aki igen. Viszont reggel már, de legjobb nők, akik igazán akarnak, azok is, azok lehet, hogy még inkább akarnak valamiféle kapcsolódást, de ők elmondják, hogy olyan elkötelezési problémáik vannak, hogy egy napig nem képesek egy nővel együtt lenni, hogy egy egész napon át vele majd foglalkozni kell, az egy súlyos probléma, és ők is tudják, hogy gondban vannak, mert ez egy életmóddá vált, ez egy életformává vált. Ez szokásrendszer, abszolút. És pszichológusok hadserege se tudja őket kikezelni ebből a rutinból, hogy úgy mondjam, és rengetegen vannak. Ez is egy, tehát hogy hol van az, amikor akarok valamit, mi a célom vele? Tényleg az egy célom, hogy meghajtsam, mint Zinger a varrógépet, volt ez a régi, ugye, Arce Markos nádas, vagy pedig van valami egyéb célom. Mi volt az eredet? Nem, csak azon gondolkodtam, hogy már kicsit tovább mentünk, mint az, hogy randevú, és ugye egy picit, hogyha visszamegyünk az elején, amit kérdeztem, akkor nem feltétlen biztos, hogy abból kell, hogy legyen valami. Hát az ember próbálkozik, de az biztos szerintem, hogyha már mondjuk egy 2-3-4 órát együtt töltenek, mert az is gyanús, ha csak fél óra alatt le tudják, aztán majd találkozunk, akkor ott azért lehet egy képet kapni a másikról, nem? Hát, ha ott azért a már lehullik akkor az, hogy megjátsza-e magát, hogy tényleg tudja adni magát. Nem tudom, szerintem mindenki a saját szemegen keresztül nézi. Sokkal pozitívabbnak látom ezt a helyzetet, mint amit néha most a beszélgetés megüt, hogy szerintem rengeteg klassz kapcsolat van, legalábbis az én ismeretségkörömben rengeteg olyan dologról tudok nektek beszámolni, ami az én lelkemet nagyon-nagyon-nagyon felvértezi, hogy van remény, vannak jó kapcsolatok, vannak igaz kapcsolatok, a szüleim a legjobb példa rá. Tehát az én szüleim két olyan csoda ember, hogy minden, aki ma vagyok, az belőlük fakadt, és látom azt például egy randevúnál, hogy az otthonról hozott értékek, azok olyan sziklaszilárd alapokat adnak, amit ami
ami egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. És a nők egyébként a randevúnál ezt higgyétek el érzik. Tehát amikor azt mondod, hogy a klassz férfi vagy a klassz nő, én nem gondolom, hogy egy férfi attól klassz, hogy mekkora autója van, mekkora vállalata. Nekem az klassz férfi az én édesapám, aki úgy bánt egy egész életen át, és bánik az anyukámmal, hogy nekem csillog a szemem minden vasárnapi ebédnél, amikor ott vagyok. És látom, hogy nem kellett neki elmondani soha szavakkal, hogy Ádám, így viselkedünk a nőkkel, hát vagy a úgy. Hanem a minta, amit mutatott. És tehát ez a klassz férfi definíció... Csak vagy... a valóságban sajnos a minta egyre kevesebb. Ebbe egyetértünk, de pont ez a cél szerintem rengeteg műsornak, például most itt ülünk, vagy sok olyan platformnak a jövőben, hogy ne vesszenek el ezeket az értékek, és azt gondolom, hogy az írott, tehát a offline, online sajtó, a különböző listák sok olyan problémát kezdenek el gerjeszteni, hogy ki ma a legértékesebb celeb, ki ma a legbefolyásosabb ember. És ezek a listák egyébként megzavarják a fejeket, és ezekből a listákból generálunk, ki a szuperférfi, ki a szupernő. Az a kérdés a randevú esetében, hogy mi a célom a randevúval, ugye? Gyakorolgatni, ismerkedni, szexpartnert keresni, a rövid távon, éppen nyaralásra menni kell valaki. Egészen más, ugye, és az, hogy valaki úgy dönt, hogy most nagyon súlyos szavakat mondok, amik nem divatosak, hogy az élet szolgálatába áll és feleséget keres magának, az egészen más szemüvegen keresztül nézi azt a nőt, mint hogyha valaki oda megy, hogy lássuk ki a következő. Tehát a célja egyáltalán nem mindegy, hogy milyen céllal megyek az éjszakába, mert akkor, hogyha én feleségszerzés céljával megyek az éjszakába, akkor egészen más szemüveget veszek föl, mint hogyha egy jó numeráért megyek az éjszakába. De hányszor mentél feleségkeresés címmel az éjszakába? Csak kérdezem én tőle. Én egyszer. Én egy 100%-os volt. Nem, ott találtam meg, hanem a színpadon találtam meg. Én azért nem tudom. De Imre, én azért sokat jártam én is az éjszakában, fiatal koromban. Én soha nem mentem feleség. De én igen. És soha nem mentem a feleségszerzés címmel. Most ez a jó példa. Szerintem nem lehet, az általánosításnak van egy olyan nagyon-nagyon nagy veszélye, hogy szerintem életszakaszok vannak. Nincs azzal baj, ha azért mész az éjszakába, persze, hogy kielvez. Van, nincs azzal a baj, hogy a feleségedet keresed meg ott meg, de ha példákról beszélünk, amit kérdeztél, és a randevú, nekem van egy nagy szívfájdalma, és nagyon jó, hogy itt ülsz. És mi régóta ismerjük egymást, igen, hogy nekem, és a férfi létnek a jövőképe, hogyha kultúráról beszélünk, és a színház nekem mindig a kultúrának az egyik legfantasztikusabb intézménye. Nézzétek meg, hogy a színházban hogy járnak az emberek, hogy vannak felöltözve, mennyire ápolatlanok, hogy nem tisztelik meg a művészetet, a kultúrát, a színház intézményét, de sajnos vissza kell dobjam, mert amíg itt vagy, te egy ilyen vagány, ezer arcod van, és az életben is egy karakter vagy. Tehát akkor nem Steven Seagal. Igen, de nézd meg egy Husztit, egy Latinovics, hát ezek olyan formátumú palik voltak, olyan elegánsak voltak, olyan léptékűek voltak. Mondjatok nekem a közéletből ma 15 példamutató olyan férfit, akire azt mondjuk, hogy ő a férfi prototípusa. Hol vannak azok a férfiak? Mert a széteső tartás. Na de egyetértek, de ez ugyanolyan, mint a filmvilágban, hogyha megnézel egy mozifilmet ma, és kivennéd mögül a technikát, a csili-vilit, akkor nem maradna semmi. Hát igen, csak a világnak a könnyedsége, amíg régen a 60-as, 70-es, ugye ez az Old Hollywood, amit az elegancia csúcsának hívunk. Cary Grant mondta magáról, amikor kérdezték, hogy ő, ugye hát ő valaha volt egyik legjobban öltözött férfi, de a nagybetűs férfi, és ő többször elmondta, hogy neki a legnehezebb Cary Grantnek Cary Grantként élnie. Mert ma, amikor megnézed a hollywoodi sztárokat, hogy a vörös szőnyegre oda összeeszkábálják őket valahogy, nagyon kevés olyan hollywoodi sztár, aki nem melegítőbe, meg egy sékkel a kezébe rohangál egy atlétába. De a forgatások... színházba. Hát és erről... De most már hátizsákban, meg lódgatjában mennek meg be. Meg az operába bemegy, igen, egy pólóban. Igen, de egy belső tartás, igen, hogy az ember igényes legyen, és azt a belső tartás gyerekkortól fogva edzeni kell, mert ugyanarra a belső tartásra épül az őszintesség,
a hűség, minden ugyanarra épül, hogy ő erőfeszítéseket kell tegyen, mert az nem megy, nem magától, és nem is csak pénzkérdése az elegancia sem, a tartás sem, az őszinteség sem, és ez a lényeg, hogy ez egy belső karakter edzés kérdése, ami nagyon-nagyon fontos lenne, különösen a férfiaknál, és a példaképek emiatt nagyon fontosak lennek, hogy ők hogy állnak össze. Jó, de csak a példakép még a színházra van, hozzáteszem. Abszolút, és azért nézd meg régen, hogy a Feleki Kamil egy hihetetlen fickó volt. Ugye volt ez a tudni illik, hogy mit illik, ez az ikonikus sorozata. Hát ezt ma megnézed, olyan érvényes minden szava, hogy ez valami elképesztő. Akkor én most veszek egy nagy levegőt, mert hogy én erre számítottam az elején, hogy akkor én csak hátradőlök, és ti fogtok beszélni, de hát ez így is teljesült, úgyhogy szerintem folytassuk így a műsoron kívül, mert lejárt a műsoridőnk, de azon gondolkodtam végig, hogy csinálni kéne azért egy fordított kört is, ugye? Hogy a hölgyek mondják el itt abszolút a véleményeket. De köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok mindenről beszélgettünk. És tudják, olvassanak is rólunk, megtehetik a ridicule.hu oldalon, és újra nézhetik, azt hiszem, ezt a műsort érdemes a mediaclick.hu oldalon. Viszontlátásra!